Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Köszöntöm Önöket! Mai adásunk vendégei a Dűne című film magyar változatának készítői Dóci Orsolya szinkronrendező és Tóth Péter Ákos hangmérnök. Sziasztok! Sziasztok! Én rögtön megkérdezem, amit mindig megkérdezem, de megkérdezek az itt ülőktől, de még soha nem kaptam rendes választ. Orsitól előbb, ha nem maradszok. Persze. Hogy lett ez szinkronrendező? Hogy lesz valaki szinkronrendező? Hát én úgy lettem szinkronrendező, hogy már tanítottam egy általános iskolába alsósokat. Ja, meg akartam kérdezni, mit? Igen, alsósokat. Azt a korosztályt nagyon szeretem. Tehát tulajdonképpen, ha nem szinkronrendező lennék, akkor szerintem tanítónő lennék. És anyukámnak egy ismerőse mondta, hogy a Pannonia filmstúdióban, még a klasszikus régiben rendezőasszisztenseket keresnek. Egy feltétele volt, hogy diplomája legyen az illetőnek, és akkor ezen az ismerősön keresztül én bejelentkeztem. És be is mentem, Hirtildivel együtt, a ketten voltunk akkor ott, akik oda mentünk, és akkor fölvettek. És a Juhász Annához és Bérci Vandihoz kerültem, mint rendezőasszisztens, akiktől nagyon-nagyon sokat tanultam, tulajdonképpen mindent, és akkor... És akkor innen egyenes. Igen, és Mihály Falvi Misi szegénykém volt akkor ott az Annának asszisztense, és egy hétig mellette ültem, mutogatta, hogy mit kell csinálni, de aztán egy hét múlva ott hagyott, mert neki át kellett mennie máshova, és akkor be a mélyvízbe, és onnan asszisztenskedtem, aztán utána lettem rendező. És soha többet nem tanítottál. És nem. Volt elképzelésed, hogy mit jelent az, hogy rendező asszisztens? Nem. Előtte? Igazából semmi, az egészről nem volt semmi. Nem tudom, mert nagyon érdekelt úgy az egész. Én egyszer megpróbáltam a színművészetire felvételizni színész szakra, persze nem vettek fel, ami egy általánosban, igen, ezt nem is szoktam mondani, mert tök hülyeség volt. De úgy vonzott ez a világ, és akkor, amikor ezt meghallottam, akkor azt mondtam, hogy nézzük meg, próbáljuk ki, és akkor nagyon megszerettem, ott ragadtam. Tehát adtam magamnak esélyt, hogy ha nem szerettem meg, vagy nem érdekel, akkor azért visszamegyek tanítani, de megszerettem. Peti, te pedig az év hangmérnöke is lettél, azért ezt nem felejtsük el megemlíteni. Úgyhogy gratulálunk is. Köszönöm. És te, hogy lettél hangmérnök? Ez egy érdekes téma. Hosszú is különben, de lerövidítem, tehát én amikor a filmgyárba, mert az még filmgyár, a MA filmbe kerültem, akkor én a zeneterembe kerültem, és ott én a Márkus Tamás mögé, Kardos Peti mögé és a Kovács Gyuri mögé ültem be. Hát a mögé az azt jelenti igazából, hogy tényleg le akarom rövidíteni, mert nagyon-nagyon hosszú ez a történet, nekem szerelmem a zene. És irtózatosan boldog voltam, hogy a zene közelébe, tehát most mondok neveket, Presser mögé, tehát dolgoztam a Bergendiékkel, és ét nappal áttéve, tehát Kispárnának hívtuk, mert bementünk reggel, és mit tudom, 3 napúva mentünk haza, mert annyira sokat kellett dolgozni, és minden. Én még csak kábelt tekertem, tehát én voltam a mikrofonos 3, azt hiszem, akkor 100 tagú cigányzenekar, tehát borzasztó jó élet volt, elképesztő jó család alakult ki. Egy kicsit külön is váltunk így a hangosztály, a film hangosztályától. Egy kicsit mi voltunk a művészek, vagy nem tudom milyen hülyeséget mondtak nekünk, hogy a zenetermélyeket majd nem diszponáljuk, mert ők maguk intézik. Na mindegy, és akkor így kialakult a dolog, és akkor elkezdtem magnózni, hát ami annyit jelent, hogy amikor jönnek a zenészek, hogy akkor nem egyszerre vesszük föl a lemezt, vagy mit tudom, hanem jön a dobos, akkor nyomom a pirosat, de be kell váltani, akkor szólogítás, stb. Ének. Tehát nagyon ügyesen be kell váltani, az is egy lépés volt, és akkor ugye a Márkust néztem, hogy tologat, meg még bingizik azokkal a hülyezékkal, és akkor ez egy borzasztó érdekes folyamat volt. És azt hittem, hogy ez így is marad életem végéig, tök jó a zenészekkel, de nem, mert ugye megszűnt a zeneterem, és akkor megalakultam a Film Audio Kft. És akkor a Háber Ferenc, aki engem fölvett 83-ba, máig a főnököm különben, igazából ugye, mondhatjuk, hiába van egy kicsit nyugdíjas,
És azt mondta, hogy figyelj, gyere velünk, és akkor pár embernek így szólt, tehát ilyen 30, körülbelül 30-an megalkítottuk ezt a Kft-t, és hogy mi mit csináljunk, mert ugye akkor a magyar filmgyártás egy pindurkát a mélyponton volt, és nem volt munka, stb. Mit csináljunk, és akkor kitaláltuk, hogy a szinkron 90-ben. És akkor, akkor én még nemzetközit csináltam, de mindig beültem, a Tamás volt igazából a barátom, vagy nem tudom. Hát igen, barátom volt, tehát rengeteget kirándultunk, meg a család is tök jó össze. És akkor nézegettem, meg beszélgettünk, és egyszer csak a Haberről azt mondta, hogy na figyelj, itt van ez a kőbunkó, azt hiszem az volt az első filmem, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Szerintem rámondta. Az volt a film címe. Poli Shore. Nem tudom, mennyire emlékeztek, ez egy ilyen végjáték jelen volt a filmgyártásban akkor, 90-es években. Csinált vagy három ilyen filmet. És az volt, és az Árvai Zsuzsival csináltam. Aztán reklámokat csináltam nagyon sokáig, tehát a spotok, tehát a filmekhez kapcsolódó reklámokkal foglalkoztam, ami szintén boldoggá tett, mert ott is ugye a zene bejött, mert 30 másodpercben össze kellett vágnom több 3-4 zenéből 30 másodperc alatt a mondani valóját annak a spotnak. Voltak szövegek is, de a zene is úgy szólaljon meg, elinduljon, vége legyen, mindegy. Az is kurva jó volt. Na, bocsánat. És igazából így lettem, tehát nem beültem valóban, megtanultam, hanem de hát a munkahelyemen tanultam meg. Segítettek a Kovács Győri, Kardos Peti és a Márkus Tamás, igazából ők. Aztán persze közben kollegális viszonyban, nagyon jó viszonyban vagyok a többiekkel, tehát mindig beszélgetünk, tehát mindig egymást segítjük. Ez most jó volt, nem volt jó, hogy csináltad, mit csináltad, és akkor... Egy laikus azt gondolja, hogy oda megy egy zenész, egy színész, fölmondja, így jól, rosszul, közepesen, azt oda berakják, alávágják, föl. A hangmérnök igazából csak ott ül, megnyomja a rec gombot, fölveszi a hangot, vágó, összevágja, kész. Itt most muszáj megszólalnom még mielőtt te is elmondod. Nemrég láttam egy, nem tudom, nem, hála Istennek nem is emlékszem rá, hogy mi volt. A lényeg, hogy magyarul kezdtem nézni, nem szoktam, bevallom őszintén, nagy csak ritkán nézek szinkronosan filmet, és ment a dialóg, és borzalmasan hangos volt. Nem volt semmi természetes benne. Nagyon jó film volt, azt tudom. És ment, mondom, hát ez nem igaz, én átváltok angolra, hogy ott is ilyen. És átváltottam, és lásd csodát, tökéletes volt. Tehát, hogy a hangmérnöknek borzalmasan fontos szerepe van. Azért most megkérdezem, mi volt hangos? Maga az egész film, vagy csak a dialóg? A dialóg, de olyan hangos volt, hogy igen, minden természetességet kijött. Inkább halk szokott lenni egyébként. Tehát ez igen, a háttér meg nagyon pont fordítva. Pont tegnap dolgoztam egy filmen, Elek Feri áll a mikrofonom előtt, és az ő szerep szerinti dialógusa, vagyis hát az eredeti az körülbelül. És ezt ők megértik. Feri ott áll, és hát mondania kell, hogy hát jó, kimegyek a konyhába, anyu, és akkor addig csinálja rántottát. Tehát muszáj nekünk beszélni hangosan, vagy hát nem hangosan, de hát érthetően artikulálva, és az már azt eredményezi, hogy egy picit hangosabb. Tehát ha nézem a műszereket, már lassan úgy keverek tényleg, mert már olyan követelmények vannak, hogy már nem is nézem a képet, hogy mit, milyen jó, vagy nem tudom, csak kint a van külsőbe, hanem a műszereket nézem, hogy ugyanolyan legyen. Erről is megvan a véleményem. Elveszti a magyar szinkront. Én úgy gondolom, hogy egy picit most a külföldi megrendelők, persze nem direkt, nem direkt csinálják azt, hogy a magyar szinkron, majd most kicsit visszaszorítjuk meg. Ezért attól volt igazán jó szerintem a magyar szinkron, hogy meg volt a szöveg, bejött a színész, és adta magát, tehát ő adta egy kicsit magát is, meg persze nézte a szinkron, meg nézte, hogy mi a helyzet a vásznon, de hogy tudta adni magát is. Most már erről nincs szó. Tehát nagyon hangos, meg nem tudom mi. Most te ugye ezzel kezdtük, hogy hangos. Igen, valóban, és ezzel odafigyelünk most már arra, mert hajlamosak vagyunk artikulálva beszélni, és amikor mondjuk egy szerelmes jelenet van netán, akkor tényleg így.
a magyar, meg azt mondja, tényleg így. Tehát van különbség. Igen. De meg lehet csinálni, hogy olyan legyen? Meg lehet csinálni. Persze. Ha most technikailag kérdezel engem, hogyha én meg lehet. És pontosan ugyanazt a hangszint hozom, amit meg lehet csinálni. A vászlon, akkor persze. Meg lehet csinálni, csak a próbán, ugye vannak próbák, amikor még nincs a rec gomb, akkor nekem igazából ugye folyik a diskurzus, hogy csináld, mint a technikus, az azt füleli, hogy milyen tónusban, hogy beszél, ha közé. És akkor én szólok, hogy figyelj, ez kicsit hangos. Akkor néha így rám néznek, mi van? Ja, hallgassuk meg, tényleg. Mm-hmm. És akkor szólunk a színésznek, hát én már olyan halkan beszélek, mondja ő. És ezt te rögtön első fülre hallod, neked nem is kell visszahallgatni gyakorlatilag, igen. Mert te ezt azonnal hallod, hogyha... Igen. Na hát akkor megkaptuk a választ, hogy a hangmérnök milyen. De hogy el ne felejtsük, azért hívtuk be együtt az Orsit meg a Pétert, mert eleve is mondhatjuk, hogy azért összeszokott páros vagytok, hát azért hát mondhatjuk, együtt. Igen. Hát a dűne miatt. A legelsősorban a dűne miatt, ami elképesztő lett. Én nem nagyon szeretem ezt a műfajt, de megnéztem, mert mindenki mondta, hogy nézzem meg, hát meghaltam, olyan jó. De olyan szinkron csinált neki Dóci Orsolya, hogy az. Köszönöm. Meséljetek erről. Mi van akkor, amikor, tehát hogy te ismered egyáltalán a Dűnét? Ismerted előtte? Volt ugye erről egy film, meg könyv, meg minden? A könyvet azt olvastam. De most vagy még? Nem, most. Amikor megtudtam, hogy csinálom. A régi Dűnét azt nem láttam, Peti látta, sőt most újra meg is nézted, ugye? Azt majd elmondod, hogy Igen. Én az én tini koromban volt igazából... Én is láttam, ez a DVD lény. Ez borzasztóan nagy sláger volt. Megnéztem, nem emlékszem már, hogy tetszett-e akkor, vagy nem. Én is hozzá csatlakozom, nem az én műfajom, de nagyon jó volt benne dolgozni. Most itt visszaadom a szót, tehát... Szóval, igen, elolvastam, és aztán, amikor először megnéztem a filmet, ugye mi olyan kópiára dolgoztunk, ahol a háttér az ki van homályosítva. Tehát mi gyakorlatilag csak a beszélő fejeket, a beszélő testeket láttuk végig, amíg vettük a filmet. Tehát amikor beültem a moziba, a gálavetítésre, akkor úgy akkor láttam meg valójában, hogy mi ez a film, hogy egy csodálatos. Igen, tehát tényleg olyan mozi élmény, igen, hogy az ember ott ül, és itt tátja a száját szó szerint 2,5 órán keresztül. Olyan audiovizuális hatások érik, amik szerintem nagyon ritka, és ezért jó a mozi, tehát ezért nem szabad a mozit hagyni veszni. Nem szabad. Igen, igen. Tehát ez pont a Dűne az a film, amit az ember beül a moziba, és így úgy néz, hogy... Gyönyörű az Arrakis bolygó, mikor alacsonyan jár a nap. Ahogy a homok felett görtül, látszik a fűszer a levegőben. Az idegenek a szemünk láttára pusztítják el az otthonunkat. Sehol nem találok mást, csak kegyetlenséget. Mivé lesz így a világunk? Pól! Öcsém! Figyelj, Duncan, elmondhatok egy titkot? Bármikor, hiszen tudod. Álmodni szoktam. Egy lányról, az Arrakison. Nem tudom, ez mit jelent. Mesének jók az álmok. De a fontos dolgokat ébren látjuk. Na csak, izmosodtál? Igen? Nem. Denis Villeneuve filmje. Az Atreides ház vagyunk. Szent számunkra a kötelesség, és hűségünk megingathatatlan. Mosolyog, Görni. Mosolygok. A császár azt kéri, hozzuk el a békét Arrakisra! Az Atreides ház úgy is tesz! Ismerlek. Valami ébred az elmémben. Nézz szembe a félelmettel. Gyere velem. Hamarosan. Fel kell készülnöd. Nem ismered a Harkonneneket. Nem emberek, vadállatok! A herceg fia túl sokat lát. A Dűne az enyém. Halál rájuk!
Szent Isten! Felszáll minden, amin fegyver van! Gyerünk! Kiírtanak minket. Sorban megölik a családom tagjait. Küzdjünk démonokként! Apám, mi van, ha nem én vagyok a házunk jövője? A nagy emberek nem törekednek, hanem elhivatnak. Hogyha te nemet mondasz rá, akkor is az maradsz, akire szükségem van. A fiam. Ha történne valami, ugye megvédett Bolt? Igen, minden áron. Nincs esélyünk, csak ha összefogunk. Itt az idő. Dűne. Nagyon érdekes élmény volt, amikor mi néztük, akkor szinkronnal néztük természetesen, mert nagyon kíváncsiak voltunk rá. És az volt a nagyon jó, hogy nem tudtam, hogy ki mit csinál. Melyik hang, melyik színész csinálja melyiket. Mert nem a szokványos, nem feltétlenül a szokványos hangokat hallottuk vissza. Hát azért, de van benne a szokványos. Szokványos is. Igen, mondjuk a Jéger Zsombi, a Timothée Chalamet, az egyértelmű, ő mindig őt csinálja. Meg a Bardem. A Bardem, a Bardem, de a Kata, a Barcs Kata, Jessica. Nem. Jessica figurája nem egy elhasználása. Hogy választod ezeket a hangokat ki? Hát az említettek ugye adottak voltak, nem merült fel bennem, hogy mással csinálja, mint a Jéger Zsomborral, akit amúgy is imádok. De a Katát én most egy jó pár filmben dolgozom, vagy dolgoztam vele. A Vajákban, meg volt egy, azt is együtt csináltuk, tehát az Old című mozifilmben szintén. És én a Katát annyira megszerettem mostanában, tehát olyan természetességgel és érzékenységgel dolgozik, csodálatos színésznő, és amikor megláttam a Fölgászont, megnéztem, azonnal a Kata ugrott, hogy ő és senki más. Tehát ilyen, én általában is így vagyok egy filmnél, hogy ilyen nagyon, mindig nagyon izgulok, ha kapok egy filmet, hogy jaj, most kiket lehet majd kiosztani, meg micsoda, és mindig van egy ilyen első blikk. És jó esetben van, akkor borzasztó, akkor nagyon szenvedek, tehát aztán valakit csak kitalálok, de mindig van egy első blik, és akkor onnan meg már nagyon nehezen tudok eltántorodni, hogy esetleg nem ér rá, vagy nem tudom. Akkor nagyon nehéz helyet a más kitalálnom, de itt a Dűnénél a Kata rögtön beugrott, és nem is vártam. És ez castingos volt a... Nem. Tehát ezt te találtad ki, és azt csinálsz, amit akarsz. De jó az. Mi van akkor, ha castingos van, és mondjuk te, neked ott úgy van, hogy három, vagy négy, vagy több hangot is ki kell küldeni? Szerintem azzal sincs különösebb baj, mert akkor három olyan hangot küldök ki, akivel szívesen megcsinálom akármelyikkel. És mi van akkor, hogyha mondjuk... Milyen hülyeségeket fogok kérdezni? Hülyeséget válaszolok. Mi van akkor, hogyha ugye adott egy hang, mint mondjuk a Bardemé, vagy a, akit nem tudok, hogy milyen színész, de a Jéger Zsombi volt. A Timothée Chalamet. Hogy, és van egy adott hangja, de te nem őt akarod. Erőszakoskodsz magaddal, vagy nem? Hát, én azért rendszerint megtartom az ilyen összefort színész párosítást. Volt már ilyened, hogy nem akartad? Nagyon kell gondolkodnom. Mert olyan is van, hogy nincs. Hát... Volt. A Kerekes Pubit tudom említeni, akinek nagy fájdalma, ugye ő csinálja a nagy viccmester, Jim Carrey-t, és a Jim Carrey-nek a vicces filmjeit ugye mindig a Pubi. És azért a Jim Carrey-nek voltak komolyabb filmjei is, és beszélgettem vele, és mondja, hogy ezt is olyan szívesen megcsinálná. És ilyenkor van az, hogy a rendező azt gondolja, hogy akkor nem a Pubi lesz, mert az egy komolyabb, és akkor egy komolyabb hang, most nem tudom ki volt, de szerintem a na mindegy,
Szóval nem ő lett, és ilyenkor kellemetlen, vagy nem is tudom. Mert meg tudja csinálni a klubi. Hát igen. Szóval nem, én nem szoktam szétszedni az összeforrott párosokat. Miért szedjem szét? Akkor, ha esetleg magamban ezzel nem értek egyet, akkor úgy ülök oda, hogy majd megcsináljuk. Igen, mert most... rendezővel is beszéltem ez ügyben, hogy más karakter csinál, és akkor már másban gondolkozik. Más most nekem csak a pubi jutott eszembe, de volt már ilyen, hogy... Nem azt csinálta, akit megszoktuk. Pedig hát színészből van, és persze. Igen. Persze. Ez a dolga. Itt különleges volt a Dűnében nekem az, amikor először jött a... Ugye néztem a filmet, és akkor jött először az Oscar Isaac, akkor utána jött a Javier Bardem, a kedvencem, a Jason Momoa. Jason és Momoa. Jöttek ezek a nagy öblös, és mondom, úristen, mit élhetett át szegény Orsi otthon, hogy találjon 5-6 ilyen kőkemény férfiangot? Azért ez nem egyszerű. És akkor aztán jött a Máté Gábor hangja színész. Így fogom magyarázni az igen. Skarsgård. Ez csak azért volt ez a felvezetés, hogy hogy jut eszedbe? Ugye Máté Gábor azért annyit nem szinkronizál. Hát nem, de a Skarsgård azt mindig ő csinálja. Hogy ő csinálja. Ja, én ezt nem tudtam. Én a Mamma Mia 2-t csináltam, ott is ő volt. Aha. Tehát, hogy az is egy adott hang. Hát igen, azért eléggé adott. És itt te csináltál valamit? Vele, hogy olyan legyen a hangja. Most leleplezzük szegény Mátéget. Én nem én kevertem, de ugye a folyamat, azért bocsánat, csak közbevettem, hogy a legfontosabb a színész választás. Tehát amikor arról beszélünk, hogy jó a szinkron, akkor egy csomó lépésben jónak kell lenni, de a legelső az a kiosztás. Ha ott valami bukik, akkor már kínlódhatunk. Tehát itt a zsenialitás, hogyha tényleg jó, és én már nagyon sok helyről hallottam, tehát tényleg laikusok, gyerekek, nagyon ez jó. A Dűne. Én igen, és azt mondtam, nem fogom mondani, de én soha életemben, pedig azért már láttam egyet-kettőt, ilyen jó szinkron még soha életemben nem hallottam. Tehát ott kezdődik. Aztán ugye folytatódik, hogy el tudja rontani egy hangmérnök, már pedig azzal, hogy hangos, vagy szóvégek. Nekem ez a fájdalmam. Most is hallottam a Netflixen egy filmet. Hát, az nem jó. Tehát a magyar, ugye ejti, akkor a potit igenis kollégák, a potit föl kell a végén 5-10 dB-t. Ha nem sikerül, keverésem még mindig ott van. Igen. Tehát nagyon-nagyon pipa tudok lenni ezért, mert az, hogy a eltávolodást nem csinálják meg, tehát ilyen ízlésbeli dolgokat, hogy azért a helyzetbe kerülünk, vagy kimegy a konyhába, ugyanott szól nekem, ezt hagyjuk. Na mindegy, szóval el lehet rontani a hangmérnöknek is, felvételnél is. Tehát én annyit tudtam tenni ezügyben, hogy teljes mértékben odafigyeltem, és megfelelően készítettem elő a külföldi kollégának, a hanganyagot. És ez a, most bocsánat bele, vágok, az első jelenete a Jége Zsombinak és a Balcskatának, ahogy ülnek, reggeliznek. Igen. És az egy ilyen nagyon halk, nagyon finom. Aha. Hát most is egy kicsit így megbordul. Képzeljétek el, és olyan gyönyörű hangot vett a Peti. De várjál, ugye neki ülünk, ugye, na, első tekercs, mit tudom én, igen, egyes tekercs. Zsombor, ugye mondja. Akkor ugye hangmérnök föláll, föl kell állni, bemegy, akkor úgy mikrofonoz, netán. Mert van egy szokványos, ugye ilyen 30-40 centi, ha olyan a mikrofon. És akkor jön ez a Piti? Nem, most itt hál' Istennek nem kellett, én nem szeretem, mert nem tudom miért kérik azt, hogyha így meg úgy három mikrofonnal vegyem föl, minek? Meg nem értem. Meg tudják azt anélkül csinálni. Nem igazán tudsz odafigyelni a három vonal, nem tudsz odafigyelni, oké, kipanorámázod, de egyszerűen lehetetlen. Igen. Egyre oda tudsz figyelni, na mindegy, itt ez volt, hogy egy volt, tehát úgy mikrofonozol közelebb, és akkor és akkor jött a beszélgetés. Igen, hogy... és akkor a Zsombor már azt hitte, hogy ő már olyan halkan igen. beszél, ahogy nem hallom. Akkor... De ez azért van, mert ott áll a süketműteremben a színész. Igen. Már azt hiszem, hogy így beszél, hát, tudjátok, de még mindig hogy... így beszél. És halkabban. Jó, és akkor végre megszületett. Igen. Ez a nagyon halk. Akkor volt úgy, hogy már nem volt az, hogy mit tudom, vövettük 2-3 szó, figyelj, ne csinálj semmit, csak hallgass meg. Csak meghallgass. Tehát, vagy az a jelenet, amikor a Balcskati figurája kim van, a Zsombor meg bent, igen, hangilag igen. Mondom, hogy fú, átszóval azért volt. Hozzátartozik, ugye most arról beszéltünk, hogy én megfelelően előkészítem a külföldinek,
ha kint kever, és amikor ő lekeveri, akkor visszajön QC-ra, tehát quality check-re visszajön az anyag. Kvázi én beülök a nagy vetítőnkbe, ami egy kis mozi. Beülök, és elindítom a filmet. És megnézem. És hogyha valami... És hallgatom. Igen. És ha valami van, akkor mi edzem, írom. Például a Momoa, amikor megjelenik Scafanderbe a vizébe, akkor ott még oké, de amikor levette, ugyanúgy Scafanderből szólt, sőt, egy ilyen pam-pam hangja volt a rókusnak, holott neki aztán van egy érces hangja. Ülök és fogom a fejem, de úristen, mi ez? Akkor írok nekik, akkor valamit javítanak. Tehát az volt a lényeg, hogy kétszer-háromszor meg kellett néznem a filmet, hogy ez olyan legyen szóvégekre, ők nem figyelnek, hát ők így beszélnek. Nekünk a szóvégek is lényegesek. És kétszer, azt hiszem kétszer kellett megnéznem, és harmadikra visszajöttek egy levelet. Ez egyébként nem jellemző, de ez nagyon jól esett. Nem csak nekem köszönték meg, hanem ugye az egész stábnak. Megköszönték a hozzáállást, tehát ugye, hogy segítettük ezt a magyar kevertet, hogy így segítettük. Tehát ez jó volt. És tehát így alakult ki. Ki adod a nyersanyag? Mi az, hogy keveri? Mi ezt mindig halljuk, hogy a hangmérnök keveri, éjszaka. Keveri, éjszaka keveri, igen. Ez ugyanaz a téfit, az, hogy megnyomod a rec gombot, de... A keverés, hát most nem tudom, hogy ide illik-e, az a szerelem csúcspontja. Tehát a szakma az maga a szerelem, de a keverés, ha hangmérnök... Nem biztos, hogy minden hangmérnök. Az én szempontomból a szerelem csúcspontja. Mert megkapom a nemzetközit, ami az egész film hanganyaga, kivéve a dialóg. Az a nemzetközi, minden benne van. Zene, puskalövés, ajtónyitás, stb. Az a nemzetközi, és én a magyar kevertet, vagy a magyar felvételt, amit dolgoztunk egy hétig, mondjuk egy mozin, azt én összeereztem. Az azt jelenti, hogy... Összesimogatod. Igen, hogy itt a nemzetközi, itt vannak a dialogok, a reverbek, tehát a szoba, a külső, stb. És akkor megfelelő ízléssel, meg figyelve az eredeti hangzást, hát összekeverem. Tehát megy egy buszsávra, busz, úristen, miket beszélek, villamossáv, buszsáv, jó, a busznak hívják, mindegy, megy egy sztereosávra, vagy 5.1-es sávra, oda hullik a kis sűrűtöm. Szóval 5.1-be összesűrítem ezt a sok-sok sávot, és ez a keverés. Tehát ennyi. És akkor az 5.1 megy a moziba, és akkor hátradőlsz, és akkor vagy élvezed, vagy nem. Vagy szereted, vagy nem. De egyébként ehhez hozzá kapcsolódik, hogy ugye nem is olyan régen nyilatkoztam azt, hogy akkor végzek jó munkát, ha nem veszik észre. Neked nem volt rossz, hogy nem te keverted a dűnét? Annyit nekem mindig rossz. Neked ez mindig rossz. Mindig rossz, mert megszeretem a filmet. Nekem is rossz volt. Ugye említettük, hogy nem az én műfajom. De hát amikor dolgozol benne, akkor kész, akkor nincs semmi más, akkor az van. És egyszerűen megszereted. Tehát alig várod, hogy tudjak dolgozni a zsombor hangjával. Hát például most a Menszire, Menszátor Magdonnára kitérve, nem akarom, annyit beszélek, mint egy vérengzás. Nem, anyagyar, de belevágok. Azt nem is említettétek, oké, a szinkron, de hogy van egy effektes, nem is tudom hány helyen, talán ilyen 20 helyen a filmben, egy ilyen effektes történet, hát ami a Menszátor adta a hangját, és nagyon-nagyon meg kellett dolgozni. Meg kellett érteni a Menszinek is, hogy miről van szó. Igen. Gyakorlatilag kép nélkül vettük föl, ugye? Igen. Szinte. És csak a, szerintem egy ilyen 16 sáv réteg. Igen, aprólékos munka volt ez a Paul álom. Igen, álmában, vagy éber álmában megjelent hangok. Uh-huh, uh-huh. 16 rétegben, ezt kint kitalálták az eredeti filmhez, és nagyon féltünk tőle. Mert az eredetit, azt hallgatva, ez oda van rakva. Hangmérnökileg minden koncepció. De hogy ezt hogy tudjuk mi megcsinálni, és köszönjük a Menszinek, mert nagyon-nagyon jó partner volt benne. Mindenki egyébként mindenki. Sőt, még volt, amikor azt mondtuk neki, hogy jó lesz, Menszi, hidd, ez jó. Nem, mert érzem, hogy. És akkor... Tényleg, megcsináltam egyel még jobban. Ő is akarta. Ritka az ilyen összhang. Orsi, neked van kedvenced?
a rendezése, hát rengeteg filmet csinált. Felírtam a 2850-ből mondjuk 1300-at. Van olyan, ami neked... Hadd mondjak, Nagy Gatsby, Wall Street farkas, a Mortal Kombat. És a Wall Street farkas, hát ugyancsak együtt csinált. A Tíz kicsi katona, a nagy, a Gladiátor, a Trollok, a Grinch, az Órák, a Sin City, a Bridget Jonesok, Warcraft. Nem, a Bridget Jonesokat a Csörögi Pista. Kezdte, majdnem sikerült ezt. De te fejezted már. Igen, de te fejezted már. A harmadik talán. És a, ami sose jut eszembe, mert én nem szeretem, de mindenki nagyon szeret. Family Guy? Igen. Family Guy. A Family Guy. A Shrek-et is te? A Shrek az első. Az első. Az hát az nagyon fontos, mert te osztottad ki. Igen, igen. Szóval így kb. Így körülbelül. Van-e kedvencem? Jaj, ami nekem nagy kedvencem, az utolsó rajzfilm. Mi a címe? Vivo. Jaj, de csodálatos az is. Jézusom, a forgá, a forg. Jaj, Istenem, forgács. Szemenyei, Ali. Szemenyei. Nincs kedvencem. Nincs? Nincs. Hát én mindig úgy látom rajtad, hogy éppen az, amit az, amit nagyon gondolagban nyilván. Még az ilyen gyengébb filmeket is munkaközben meg tudom szeretni. Na, hát igen, erről beszélek, hogy... Egy idő után már tőlem hiába kérdezik meg, hogy is jó, nem tudom. Nem tudod, én szeretem. De utólag azért csak van, mint ahogy én nekem, mit tudom én, a Matrix 1, ami 90, nem tudom, akkor még DVD-re kellett, tehát nem moziba ment. Az máig olyan élmény nekem, egyrészt mint eredetiség is, meg mint munka is nagyon nagy élmény volt, meg az Oceans. Na jó, de azért a Wall Street van neked is, azért, nem? Az azért igen. Díjat is kaptatok egy 2013-ban. Nem, legjobb szinkron számért, nem? Neked adom. Csak én nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ez csapatmunka. Ezt nem sokan tudják. De látod, nekünk az maradt meg a fényben, hogy ezt ti kaptátok, mert az Oceans. Igen, mert mondta, hogy álljak oda, mert pont arra jártam. A folyosón is akkor. De hát ez így is van, hát jó, és milyen jó volt az Úristen, a Hevér Gabi nem ért rá, meg beteg lett, és akkor éjjel 3-kor még ott állt a Gabi. 11-kor végzett a színházban, 11, mert beteg lett. Igen, és az egészet el kellett tolni. És jött, és éjjel annyira emlékszem. Ilyen 3-kor még ott állt a Hevér Gabi a mikrofonnál, és orbított, mert talán épp akkor vettük fel a lépcsős jelenetet, vagy nem tudom melyiket, és akkor tudod, és mondtam a Petinek, hogy Peti, most nagyon fáradtak vagyunk, meg nagyon nehéz ez az egész, és a Gabi, de gondolj arra, hogy egy fél év múlva úgy fogunk keresni, és emlékszel, hogy fél 3-kor is ott állt a Hevér Gabi, és csinálta, és ordított, mint a sakál beleadott apai tanai. Tehát az nagyon jó film. Jó lett a szinkronja, és így emléknek is csodálatos. Nagyon. Tehát azt azért úgy kiemelném, ha nem is. Hát jó, lehet, hogy az a kedvencem. Jordan Belfortnak hívnak. Amikor 26 évesen egy év alatt 49 milliót kerestem, pipa voltam. Mert nem értem el a heti 1 milliót. Az Oscar-díjas Martin Scorsese-től. Nevet szerzünk magunknak. Nem tudja senki, hogy a részvény felmegy, vagy lemegy, svéjen, vagy körbe. Milyen a részvénypiac? Én kiszámíthatatlannak mondanám. Illog és villogó a részvény, izeg és zizeg. Tündérpol. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey. Hogy legális volt-e? Szó sincs róla. Azt se tudtuk, mihez kezdjünk a pénzünkkel. Nem vagy a főnököm. Az én pénzem lóg a cickódon, én vagyok a főnök. Mi baj, apuci? Atya ég. FBI. Egy italt az uraknak? Nem. Tudja, a szolgálat közben tilos. Persze. Többet. 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 Sosem elég. Hogy képzeljük ezt el? Van egy nagy széltábla, és... Neki hajítjuk, ő meg oda tapad? Igen. Ez egy adottság. Az ilyenek úgy repülnek, mint a dartsnyilak. Két, hát! Fő a biztonság, mindenképpen. Fő a biztonság. Vigyázunk a jó hírünkre. A másik kedvencem az pedig
még asszisztens koromból van, de az eleve is a kedvenc filmem ever, a Forrest Gump. Forrest Gump. Anna volt a rendezője, voltam az asszisztense, és az talán tényleg az első helyen áll. Akkor is, hogyha csak az asszisztens voltam. Az is egy különleges szinkron egyébként. Igen, csodálatos. A Nórival arról beszéltünk, hogy van egy páros, illetve nem csak a Petivel, de valószínűleg ez az Orsin múlik, hogy mi akárhányszor megyünk hozzá dolgozni, nálad soha nincsen feszültség. Nincs rossz hangulat. Nincs rossz hangulat. Még akkor is, mikor tudjuk, hogy nincs igazán jó kedved, azért azt azért látjuk rajta. Nagyon ritka. Tehát olyan végtelen türelemmel állsz ez az egészhez, és jó a hangulatod. Ja, ez el érdekes, mert valahogy egy kicsit ilyen két ember van bennem. Amikor beülök abba a székbe, a rendezői székbe, akkor valahogy úgy érzem, hogy most a helyemen vagyok. Most tudom, hogy mit akarok, tudom, hogy hogy fogom véghez vinni, és imádom csinálni. Tehát ez a szerelem, a szakma iránti szerelem, az bennem is ugyanúgy megvan. És akkor én ott megnyugszom. Abban a székben én megnyugszom. És történhet akármi, valahogy ez nem tud fölhúzni, vagy föl tud, nyilván vannak dolgok, de alapvetően persze. Nem. Tehát ez van. Volt már olyan, hogy ott hagytad a francba az igen, ezt hogy egyszer volt még asszisztens koromban, igen. Amikor egy színész, nem fogom megmondani, hogy kicsoda, nagyon megbántott, és akkor sírtam egyetlen egyszer a szakmába. Egyetlen egyszer. Annyira nem szépen viselkedett, és... Él még? Él. Nagyon is. És akkor kirohaltam, és felszaladtam a Gáspár Tamara vágóhoz, aki nagyon jóba voltam, és ott bőgtem a vállám. Micsoda? De nem, egyébként ilyen nem volt, hogy kirohantam. És Peti, neked volt már olyan, hogy egy kicsit kimentél, mondjuk, hogy most akkor szívok 6-8 friss neveget. Peti nem megy ki. Ő benne azt mondta, hogy a kettős ember vagy? Hát igen, hogy ha ott ülök mindenre, nem kettős ember van, hanem két felé választom. Uh-huh. A technikai ember, az megérkezik ugye a stúdióba, és az ördöggel, az egyetlen ördöggel a földön, a technika ördögével küzd meg. Ti még addig sehol nem vagytok, akkor vagyok feszült és ideges, mert amikor nem működik, miért nem működik? Hát tegnap előkészültem, az azt jelenti, hogy minden oké, csak le kell ülnöm, megnyomni a gombot és kész. Hát nem. Hát most miért? És mire utána járt, mire akkor feszült vagyok, akkor lehet, hogy rohanok ide, de amikor minden rendben, akkor szerintem nincs az, amikor, tehát én attól soha nem vagyok ideges, hogyha 20-szor vesszük föl. Uh-huh. Vagy ha csúszás van. Zák, sok? Nem, mert akkor már minden rendben van technikailag, és akkor már azzal tudok foglalkozni, hogy amit elmondtam, hogy a potima csak a szóvégek jó legyenek, vagy éppen értelmezés. Mert nagyon sokszor van az, hogy mondja a színész, hogy na akkor elmegyünk jobbra, és erre fölmennek balra. Tehát az a rendező az általában a szöveggel foglalkozik meg, hogy emberileg átadja a színésznek, és nem feltétlenül figyel arra, erre a kis nuálkomra. Meg ott ülök, mint egy, azt szoktam mondani, hogy ma én vagyok a Marika néni, meg a Pista bácsi, ott van, aki csak így ül, hopp, hát ez nem jó. Igen, és akkor szólok. Vagy bármi, most egy leegyszerűsített példa volt, én bármi, mindenért szólok. Igen. Átadom. Örül? Nagyon. Tehát én azokat a hangmérnököket szeretem, akik teljes odaadással részt vesznek benne. És, nem is és, lehet másképp. Igen, és akkor együtt, mit mondottad, de miért azt mondtad, de akkor ne igen. Úgy mondja, ne oda mondja, ide mondja, így ugyanúgy. Vitatkozni szoktatok? Hol? Persze, igen. Ez nagyon jó vita. Veszekedni? Talán nem, de vitatkozni, igen. Ez nagyon vicces, mikor benn áll a mikrofonnál a színész, így néz ki, és azt látja, hogy igen, és csak ellátja. Ne veszek egyetek, nem veszek egyetek. És színészekkel szoktál vitatkozni? Igen. Tehát van úgy, hogy ők nem azt akarják, te azt akarod, és akkor ezen... Igen, és akkor vitatkozunk, aztán vagy kiderül, hogy ne... Tessék, te nyersz? Nem, ha nincs igazán, nem. Tehát meggyőzhető. Persze, hát ha nem úgy van, ahogy én mondom, és kiderül, hogy úgy van, ahogy ő mondja, akkor hát persze. Persze. Miért ne? Ő is a csapat része ilyenkor. Abszolút, tehát igen. Tehát valamit ő vesz észre, igen. Illetve négy, mert az írásos anyag a negyedik.
visszatérve arra, hogy nagyon-nagyon jól kezeli tényleg a feszkókat, mert adódik. És nem mondom a neveket. Habitustól függő ez a dolog. És tényleg van, aki csapkod, meg akaratoskodik. Van, aki tényleg rá akarja erőltetni, és nem figyel arra, hogy a színész éppen segítőleg mond valamit. Hát az a... Most nem ilyen. Tényleg nagyon... Ő mellette nem ideges az ember. Nem, ez abszolút. Van, aki egyszerűen átadja, és akkor tényleg feszkó van, de nem. Erre ne is beszéljünk, mert elenyésző, meg adódik, hát 10-12 órát ülünk egymás mellett. Azt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag azon az egy-két... Többet vagyunk együtt. Tehát többet vagyunk együtt. Igen. Hogyha beültök mögénk, ugye, mert azért, mit tudom én, beültök mögénk, mert még vártok, hogy mikor kerültök sorra, akkor nem biztos, hogy ez szerencsés, mert olyan nem mondatok hangzanak el, ami hát nem feltétlenül akarjuk, hogy ti halljátok. Érted, tehát... Ti persze mindent hallottok, ami elhangzik. Ezt akartam kérdezni. Nem, bocsánat, én leszoktam húzni a kormányzatot. Nyilván te lehúzod, van is ott kezed. Ilyenkor lehet a legjobb pletykákat hallani. Igen. Hát ez a, hogy ti például, mert azt lehet látni kint a rendezőn, hogy hallja vagy nem, de nem mindenkin. Ti lehúzza, te például kéred, hogy húzza, amikor tömeg van mondjuk, nem. És ott nem. Tehát nem, én nem kérem. Te végig hallgatod, hogy kérem. Igen, az igen. Egyébként vicces dolgokat, amikor megbeszéljük, tehát például a tömegezésnél van, amikor egy-két tekercset átnézünk, ti még csevegtek. Igen, akkor lehúzom. De alapvetően nem, tehát nincs az, hogy húzzuk le őket, mert marhára idegesik, nem. Kifejezetten... Igen, és szokta is mondani, hogy igen, és mi igen, amikor nem hallom a nevet, akiről beszélünk. Itt akarom mondani, hogy én nagyon örültem annak, hogy volt ugye a szinkron szemle most, és megszületett az a kategória, amit szerintem... Ja, az biztos pont. Az én kérdőjeles kategóriám. Én nem tudom. Én nekem ez nagyon-nagyon jó, mert azt kell, hogy mondjam, hogy amikor fölveszik a főszereplőket, akkor még nem áll össze a film. Már értjük, már benne vagyok, meg mit tudom én, de amikor jön a tömeg. Amikor tényleg, amikor ott csiviteltek a játszótéren, anyuka, tehát amikor megtöltitek az egészet, én azt nagyon szeretem. Tehát én ezt a munkát kiválóan hát, és marhára nem mindegy, meg az, hogy jönnek a főszereplők, de azért az úgy nagyon van, szeretem. Hogy az 1-2-3 tekercsesek, amiket ilyenkor meg szoktunk csinálni, én azt gondolom, hogy jó, nem mondjuk rá, hogy főszereplő, de ha az nem jó, akkor az egész, egész egy nagy kalap. Tudnék példákat mondani. Tehát ti, ráadásul, akik ti nekünk segítettek a tömegezésben, ti csináltok más filmekben nagyobb szerepet, hangarámadás, ízét. Tehát, hogyha ti nem jönnétek és csinálnátok meg nekünk ezen a magas színvonalon a tömeget, a kis szerepeket, igen, akkor nagyon, lehetne akármilyen jó az a Wall Street farkasa, akkor is kizökkenne az ember, mikor megszólal. Én emlékszem a Wall Street farkasának a tömegezésére, és gyakorlatilag nagyon a legtöbb tömegezős munkára tőle, nálatok emlékszem, főleg az Orsinál. Amikor én az Orsihoz megyek, azok nekem megmaradnak. Most egy kíván ránk egy pár csodás. Úgy de jó lesz, mert nagyon oldott a hangulat. Igen, és abszolút. Nagyon sokat számít. Sokszor hát beszélünk erről, de nekünk, hogy például a tömegezőknek is. De amúgy szerintem minden színésznek, aki oda bemegy. Igen. Főleg most már, hogy például az előbb volt szó, hogy lehúzzátok, hogyha ugye az egyedül megy most már a színész, nyilván nem fog magával beszélgetni, de hogy ez hiányzik nektek? Hangmérnök szemmel, hogy ketten menjenek a mikrofonhoz. Igen, hát, vagy figyelj, hárman. Baromi érdekeset kérdezel. Nekem nem. Figyelj! Nekem nem. Technikailag azt kell, hogy mondjam, sokkal könnyebb dolgom van, hogyha egy emberre kell figyelnem. Mert egyedül jön, és akkor az ő tekercsét nézzük, és akkor az ő habitusát kell lekezelnem. De az ős időkben Azért el szoktam merengeni, hogy mennyire jó volt akkor. Hárma voltak a mikrofonnál, és csak így betolta az arcát, és hú, vegyük még egyszer, mert elbújtál a vállam mögött. Meg. Tehát nagyon jó volt, és az egyik halkan beszélt, a másik meg ordítania kellett. Hű, álljál, bocs, B-sávozzuk. Ugye, akkor te visszalép, akkor csak a... Annyira jó, mozgalmas és jó volt az. Nyilvános, a tömegezésnél ez visszajön, de Orsi, te miért szereted? Azért szeretem, hogyha egy színész... Azt az aprólékosságot, tehát igen, a részletgazdagságot sokkal könnyebb egyedül elérni. Végig menni egy szerepen egyedül a színésszel, az
De fókuszáltabb a színész? Sokkal fókuszáltabb, igen, és én is fókuszáltabb vagyok, és egy szerepre figyelünk, és akkor nekem meg figyelnem kell, hogy egyébként majd hogy működik, mikor bejön a másik színész. Aha, ez akkor viszont erre neked kell. Hát persze, na de hát ez a dolgom, erre figyelek. Most láttam egy sorozatot, amit én nem tudom, hogy szabad ezt mondani. Jó, nem mondom, meg ki fogja szinkronizálni. Nagyon jó. Mondjad már, jelenetek egy házasságban is. És ott én azon gondolkodtam, hogy ott, lehet ott, vannak olyan, ugye általában ott ketten vannak. Lehet, hogy az jobb ketten. Nem hát azt hogy csinálja meg egyedül? Hát olyan intim jelenetek. Ezt akartam hozzáfűzni, hogy vannak. Megcsinálják. És képzeld el, meg tudják megcsinálják. De lehet, hogy ennél a sorozatnál. Majd a Csongit visszahívjuk, és megkérdezik. Ki mondtam? De miért baj az? Nem tudom, szabad el. Tudja. Miért nem szabad? Reklámoztuk a Csongit, legfeljebb kivágjuk. Lehet, hogy igen. Azért az nagyon speciális, az egy ilyen pár, igen, ez a film, de azért ritka az ilyen, hogy, igen, hogy, igen, hogy végig ritka. Megy egy párnak a története, talán azt jó együtt venni, de én nagyon szeretek így egyenként dolgozni. Meg hát azért a színészek is jobban szeretik már. Igen? Én legalábbis azt tapasztalom. Hát igen, mert a saját ritmusuk tudnak menni. Igen. Nem függnek a másiktól, például az egyik sorozatot a Zolival, a Boss Babyt, a Csankóval vettük meg, a kisfiú, másik főszerep. Csankót, hát azon fát lehet a hátán. Igen. Tehát az egy tündér és borzasztóan jó, és hát bizony háromszor-négyszer ugyanolyan jónak kellett lennie, mert a kisfiú izé. És akkor úgy döntött a Tabákata, vagy a szinkronrendező, úgy döntöttünk, hogy nem terheljük. A fiút sem stresszeli, és ezért külön választok. Én emlékszem arra az érzésre, amikor kislány vagyok, és valami nagyon nagy szinkronguru mellett, színész mellett állok, és hogy miattam kell ötször, már föld alá süllyedt a szégyenem. Bár ennek az előnye meg volt, hogy tőlük még nagyon lehet tanulni. Igen. Tőlük meg sokat lehet tanulni. Hangalálka, bocsánat, ezt is azért említsük meg. Igen, nem szoktunk róla beszélni, talán méltatlanul, hogy hangalákat is csináltok. Peti, mint hangmérnök, és te is, mint rendező természetesen. Elég sokat. A Hangalál dokumentumfilm. Dokumentumfilm. Hát, vagy mi nem tudom feltétlenül. Ismeretterjesztő. Ismeretterjesztő. Vagy pedig egyszerűen szórakoztató. Igen, olyan. Hát ismeretet ne terjesszen. Ehhez hogy tudtad, legyünk őszintén, vannak valami rémám. Vannak nagyon jók egyébként, de vannak rémesek. Tehát ezt hogy tudom meghallgatni 26-szor, hogy a Kim Kardashiannek a feneke hogy jön ki a hasán. Tehát, szerintem az a pihenő időszak. Az pihenő, megőrülni. De nem, az Orsi Péla, én tudom, hogy a szereposztásnál ott is az pöröksz. De Mi az? Én a Nórival értek egyet, hogy jó, beletalált. Én nekem legalábbis, amikor az agyad... Igen. Egy keverés, kijövök a nagyvetítőbe a keverőmből, kijövök és találkozom veletek, hát nem vagyok ott. Tehát a fejemben a film van, és akkor ránézek az Orsira, és azért... Hát na, és akkor jön a Discovery... Bocsánat? Szóval jön az ismeretterjesztő, és akkor... Pihi! Sőt, még jó, nem az, amit te említettél, de vannak nagyon jók, és tökre érdekel. Ugyanúgy figyelünk. Van egy hetes a dűne, amikor éjjel-nappal azon gondolkod. Akkor pihi. És tényleg kilúgoz. És akkor utána van két nap. Ismeretted ezt? Ez koncepció amúgy? Nem tudom. Amikor nagy mozi vagy nagy ilyen? Nem, feltétlenül. Nem. Van, amikor egymás után jön, és akkor az egyikről át kell csavarozni az agyadat a másikra, az azért nehéz. De hogyha egy komolyabb produkció után van egy-két nap hangalámadás, akkor az egy kicsit tényleg ilyen pihentetőbb. Még a dűne kapcsán még ezt muszáj. Hogy van ez a Csoma Judittal? Na most őt meghallottam, aki addig is eléggé székhez szögezett ennek a magyar változata, de így akkor hát készült. A csomag. Hogy? Ő nem szokott szinkronizálni. Nem szokott szinkronizálni. Sajnos nem nekem jutott eszembe. Be kell vallanom. Ugye egy kicsit megrémültem, hogy mi lesz. Mi lesz a Charlotte Ramplinggel, aki egy ilyen Súlyok Máriai jelenség itt ebben a filmben. Igen. És elkezdtünk így gondolkodni a Hagen Petti nevű nagyon kedves kollégámmal,
És akkor nem röpködtek nevek, mert nincs sok. Hát igen, mert hanem úgy mondtuk ezt, azt, én is mondtam, ő is mondott, és akkor azt mondta, hogy és a Csoma Judit? Én mondom, igen. És akkor felhívtuk a Csoma Juditot, és jött, és hát hallottátok. Igen. Olyan volt, mintha minden nap 5 millió tekercset megcsinálnám. Igen. Semmi az igen. Egész. Pedig nem. Tehát így és mondta is, hogy hát szinkron, nagyon szoktam szinkronizálni, mondom, nem baj. Az egyáltalán nem baj. Igen, igen. Őrület volt. Soha nem hallottam még ilyen. Akkora ereje van a... Olyan. Fú. Igen. Amikor kijön a... Ti jó részt azért mozifilmeket csináltok. Tudjátok előreláthatóak, hogy mit fogtok csinálni, amikor kijön egy film Amerikában, vagy nem tudom. Hogy van-e, izgulsz-e filmért? Hogy azt én akarom. Hogy te kapod-e? Hát mostanában... Lebuktatott. Én egyébként nagyon érdekes, mert a... Hogy nem annyira érdekes? Mindegy. Én nagyon szeretem a DiCapriót. Tehát például a Wall Street farkasát, azt én külön kértem, hogy csináljam. De jó. Igen. És meg a nagy kedvét is. Hát kérj. Hát úgyhogy lemegy a főnökhöz, és azt mondja, hogy látom, hogy lesz a Wall Street, vagy látom, hogy lesz a nagy kedvét, és megkaphatnám, mert ezért meg az meg, és akkor nálunk jó főnökök vannak, és akkor... És akkor megkaphatod. És akkor jó. Ennyi. Nyilván tudja, kire bízza. Nem rendszer, azért nem járkálunk le, de van mindenkinek van valami, és akkor igen. Érthető. Igen. Meg szerencsére, hogyha valaki elkezdett például az Ocean, azt nem tudtuk, legalábbis én nem tudtam, hogy abból a trilógia lesz, és az elsőt megcsináltuk, akkor egyértelmű, hogy az a stár folytatja. Igen. Hát kivéve, hogyha elhúd. A rendező pincsörögést, ja, ugye igen, a Harry Potterek rendezője. Ja, igen. Te nagyon szereted a Matrixot, ezt meg az első trillót, de miért? Hát ez az én egyéni, nekem volt egy elképzelésem, fiatal koromban elkezdtem foglalkozni ezzel a dologgal, amit taglal a Matrix is. Könyveket olvastam meg, és volt egy elképzelésem. Uh-huh. És képzeljétek el, hogy akkor még nem csináltuk a Matrixot, és ide csatlakozik, hogy ez volt a kérésem a főnökség felé, és beültem a barátaimmal megnézni, így beülök a moziba, és tudod így, na ne, hát, pont el, na ne. Ilyen a minden mondat, mintha én agyam szüleménye lenne, ez nagy képület. Tehát őrület. Ha mondom, ezt nem hiszem el. És figyelj, egy évig vitatkoztunk baráti körben, hogy ez rossz, nem rossz. Ez miért ilyen, és én voltam a pozitív, én magyaráztam dolgokat. Nem. Őrület. Szóval az élethez való hozzáállást adta nekem egy kicsi megnyugvással. Most nem akarok belemenni dolgokat, szóval nekem ez a Bibliám. Uh-huh. És az Ocean trilógia? Azt meg imádom. Úgy, ahogy van. A szép emberek, meg a csúnya emberek, ahogy szépek. Szóval érted, most nem azt akartam mondani, hogy csak a szép embereket szeretem, mert a csúnya ember is tud szép lenni, mert ha belülről fakad, akkor gyönyörű tud lenni. De ez valahogy az egész olyan szép. Ez az Ocean, nem tudom, hogy Kitty mennyire szeretitek. Igen. Én bármikor, ha így elég sokat megy a tévébe, és a család így kapcsolgat, akkor megállok. Olyan tévénézők vagytok, akik otthon közben kommentelnek, hogy nem igaz, hogy ennek hogy lehetett ez a hang. Ja, dehogy nem. Mi ez a hang? Hát miért nem alakította le? Tényleg most be tudsz ülni egy moziba a szinkronos filmet nézni, úgyhogy teljesen eldobod az agyat? Tehát, hogy nem, hogy szakmailag nem. Nem, azt nem tudom. Szakmázol? Hát, hogyha kizökkenek valami miatt, akkor igen. És miért zökkensz ki? Tessék. Hát például, ha van egy mondatos, aki leesik, vagy... Na, akkor te ugye... Te ugye azért zökkensz ki, mert a szakmád miatt, tehát te egy hang miatt nem, hát, hogy távolodik és nem távolodik. Talán nem, ha nagyon durva, akkor persze észreveszem, de amit egyébként a Peti egyszer azt mondta, hogy ez, ugye ez az nagyon sok előírás van nekik, hogy nem tudom, számok, kódok, izé, igen, hogy mit, borzasztó. De ő azt mondta, és szerintem ez marhára így van, hogyha beülsz egy moziba, megnézel egy filmet, és ezt egyébként a hangi világára mondta, és jól érzed magad, akkor az jó. Lehet, hogy nem igen. Pontos a beállítás, de ha jól érzed magad, miközben nézed, akkor jó. Most volt egy animációs film, mozi, nagyon szerettem, szintén kint kevert,
és jött quality checkre, és akkor mondtam neked, igen, hogy tőlünk azt várják, hogy mi szétszedjük a tüskék, a hangüzé, minden. És látom a kollégákat, írnak ilyen A4-eseket, írnak ilyen izzékre, mondom, jó. Én beültem, hátradőltem, és azt mondtam lenne az irodában, hogy jó, mehet. Ne hülyeskedj, jó, hát nem írsz semmit? Mondom, nem. Hátradőltem, mert én nem megyek bele ebbe a izébe, túlzásba viszik a technikai oldalát, holott a mozinak az a lényege, hogy hátradől a Piri néni meg a Pista bácsi, és nézi, és jól érzi magát. Igen. És így quality checkeltem le, egyébként nem volt rossz különben, tehát nem azért írtam volna, hogyha rossz lett volna. Hát vége. Vége? Vége. De én mondtam, sajnos, ugye mondtam, jaj, hogy mennyi mindenről lehetett volna. Igen, mert mindenről tudnak beszélni. Rengeteget. Úgyhogy legközelebb is meghívjuk Orsit és Pétert. Igen. Nagyon nagy köszönjük, köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy hívtatok. Nagyon nagy megtiszteltetés volt veletek beszélgetni. Jól is hát esett. Hát nagyon köszönjük. Ennek a szakmának kell ez. Erről sem beszéltünk, de most beszélünk. Fogunk. Vagy hívjatok olyat, aki erről beszél. Majd mi beszélünk. A nézőknek is nagyon köszönjük a figyelmet, miattuk van az, hogy ez fontos lehet. Köszönjük szépen, két hét múlva találkozunk. Viszontlátásra. Két hét múlva találkozunk. Köszönjük. Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban.